Az iskolától indulva a város főterére szüreti felvonulást szervezett a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda. A felvonulás után a városháza előtt műsort adtak a diákok, majd az iskolában szüreti mulatság kezdődött. Mint Földváriné Simon Ilona igazgató elmondta, szerettek volna újítani a korábbi évekhez képest. Az évek óta zajló hagyományos szüreti napjukat megismertetni a várossal is. Így az alsós munkaközösség tanítói most felvonulást szerveztek, és a szokásos énekes-táncos műsort a városháza előtti téren tartották meg. Hát gondolkodtak az alsós munkaközösség tagjai, hogy hogyan lehetne egy kicsit színesíteni az egyébként már megszokott szüreti mulatságot, és hát nem kellett sokat gondolkodni, nem kellett nagyon találgatni. Végül is úgy döntött a kis alsós közösség, tanítói közösség, hogy kivonulunk. Kimegyünk, a Kossuth téren végig vonultunk, mindenféle kereplőkkel, különböző ütős hangszerekkel, kis kalappal, tehát úgy megadtuk a módját. A közös tánc után a felvonulók visszatértek az iskolába, ahol vicces szüreti és őszi feladatokkal várták őket a tanítók, míg a helyi népművészek közreműködésével kézműveskedhettek a gyerekek. A városháza előtti téren volt maga műsor, egy összetett kis szüreti műsor volt, és egy hagyományos táncház. Aztán a kivonulás útvonalán az osztályok, és hát ugye erről a táncosok, illetve az óvodások, mert az óvodásokat is meghívtuk, visszavonultak a sportpályára, és akkor itt különböző állomásokat készítettek a pedagógusok, különböző állomások várják a gyerekeket, hát elsősorban kézműves foglalkozások, illetve mindenféle őszhöz kapcsolódó játékok, például a diótörés, aztán a kukoricamorzsolás, illetve hívtunk meg népi iparművészeket is, ahogy szoktunk, és ők eljöttek, és tulajdonképpen színesítik a programunkat. Mézes kalács készítés, aztán Csuhéj baba készítése, fafaragás, és így próbáltuk ezt a programot gazdagítani. Vannak olyan feladatok, amelyek versenyszerűek, tehát lehet majd vásárolgatni is, tehát egy ilyen vásárféle is van a programban, illetve, ahogy korábban említettem, verseny is, kenyérevő verseny, mégpedig vajas kenyér, zsíros kenyér. Tavaly és a korábbi években lekvárt kentünk a kenyérre, de sajnos ott volt a tapasztalat, hogy a méhek nagyon megtámadták a kenyeret, és ezáltal a gyerekeket is, úgyhogy most zsírral, vajjal készültünk, és nyilván akkor ez egy verseny lesz, hogy a kifüggesztett szelet kenyeret ki tudja hamarabb elfogyasztani.